Most vasárnap, azaz április 3-án miniszterelnököt és országgyűlési képviselőket választ az ország, és ezen kívül lesz egy népszavazás a gyermekvédelmi törvényről. A szavazókörökben reggel 6 órától egészen este 7 óráig adhatják le voksukat a polgárok. Talán ilyen kiélezett még nem volt a küzdelem, amilyen most. Nagyon kardinális helyszín lesz, Hódmezővásárhely és Makó választókerület, mert itt egy miniszterelnök jelölt, Márki-Zay Péter, és a jelenlegi országgyűlési képviselő személyében Lázár János fogják összemérni erejüket. A Csongrád-Csanád megyei 4-es számú választókerületben eldőlhet az ország sorsa is. A miniszterelnök Makón tett látogatásakor ezt vizionálta. Minden előrejelzés szerint április 3-án az ország szeme ide szegeződik Makóra és Hódmezővásárhelyre, valamint a térségre, hiszen mikor minap Orbán Viktor itt járt nálunk Makó városában, azt mondta, hogy itt dőlhet el a választás. Mi, a televíziónk sem szeretnénk lemaradni a történelmi pillanatról, és éppen ezért arra gondoltunk, hogy ezen a napon 8 órától egy 4 órás műsor folyammal követjük majd az eseményeket, amelyre már septében készülünk, hiszen előzetes riportokat gyártunk, visszatekintünk majd a kampányra, a stúdióban beszélgetésekkel színesítjük majd a műsor folyamot, és a választási eredmények minden pillanatát a nézők elé tárjuk. Vasárnap este választási műsorunkat 8 órától követhetik nyomon, melyben elsősorban a helyi eredményekre koncentrálunk, hiszen ebben a választókerületben 19 településen mondanak véleményt a szavazók. Szakértőkkel fogjuk kielemezni a nap történéseit, valamint választókerületekben is jelen lesz stábunk, és különböző helyszínekről élő bejelentkezések színesítik az estét. Televíziónk munkatársai a kistérség mellett Makó, valamint Hódmezővásárhely választókerületeit járják majd. A két legesélyesebb országgyűlési képviselőjelöltet elkísérjük egészen a szavazóhelyiségig, és első kézből tudhatjuk meg tőlük, hogy szerintük mi a választás tétje. Az estét reményeink szerint a vesztes és a nyertes sajtótájékoztatójával zárjuk. Április 3-án 20 órától tartsanak velünk. Nyomon követhetnek minket Facebook oldalunkon és a televízió képernyőjén keresztül is. Mindemellett friss anyagainkat, amelyek a napközben készülnek, már közösségi oldalunkon közzé tesszük a műsor kezdetét megelőzően.